Sziasztok! Ebben a videóban azt próbálom végigvenni, hogy mennyit fogyasztanak egy nap alatt, vagy talán az még pontosabb, hogy mennyit fogyasztanak egymáshoz viszonyítva a leggyakrabban használt háztartási eszközeink. Szóval energia mindenhez kell, ez lehet ilyen banális, unalomig ismételt tétel is akár, de így van. A testünk már akkor is éget alapszinten energiát, amikor alszunk, de igazából akkor indul be a folyamat, amikor felkelünk, kimegyünk a mosdóba, elkezdünk öltözködni, reggelizünk egyet, itt már próbáljuk pótolni az elégetett energiát, és már feltöltjük a tartalékainkat. Aztán mondjuk elindulunk a munkahelyünkre, ilyenkor két út közül választhatunk alapvetően, gyalog megyünk, vagy mondjuk biciklivel, ilyenkor a saját energiánkat használjuk, de aztán a nap során mondjuk az ebédnél jóval több energiát kell bevinni, vagy választhatjuk azt is, hogy mondjuk autóval megyünk, vagy tömegközlekedéssel, de az energiát akkor is meg kell fizetni, mondjuk megveszünk a benzint a benzinkúton, vagy megveszünk a villamosjegyet. Ez az egész értelmezhető mondjuk a saját lakásunk szintjén is. Mit csináltak az őseink, amikor mondjuk be akarták fűteni a lakást, vagy mondjuk meg akarták csinálni az ebédet, elmentek az erdőbe, kivágták a fát, hazahozták, feldarabolták. Tehát rengeteg energiát felhasználtak addig, amíg aztán a fának az energiát elhasználták fűtésre, vagy éppen főzésre. Ezzel szemben mit csinálunk mi most? Egyetlen mozdulattal feltekerjük mondjuk a fűtést, felkapcsoljuk a villanyt, egy mozdulattal beindítjuk a mikrohullámú sütőt, vagy mondjuk a villanytűzhelyt, de mivel semmi nincs ingyen, ezeket mind meg kell fizetni, gázszámla vagy villanyszámla formájában leginkább. Most ebben a videóban nyilván az elektromos árammal foglalkozunk, mert hogy ebből használjuk a legtöbbet. Most jönnek a számok, és innentől kezdve éppen azért, hogy ne legyen túl mélyreható, túl bonyolult és részletes, inkább becsült, hasraütésszerű számok lesznek, de olyasmik, amik az interneten is nagyjából hozzáférhetőek. Tehát egy átlagos magyar család 2-3000 kWh körül használ villamos energiát egy évben. Nyilván ez így önmagából lehet, hogy nem sokat mond, de el lehet helyezni kontextusban, mondjuk össze lehet hasonlítani a világ más országaival, és akkor már egy picit értelmet nyer ez az érték. Ha mondjuk azokhoz az országokhoz hasonlítjuk, ahol az energia korlátlanul áll rendelkezésre, gondolok itt mondjuk az nagy olajtermelő arab országokra, a Kuwait, Egyesült Arab Emírségek, ott ez a szám akár 10-szerese, 10-12-szerese is lehet, de hát nyilván a hírekben lehet hallani, ott még akár az utcát is klímázzák. És még az Egyesült Államokban is 5-6-szor több, Nyugat-Európában is nyilván több. Ez a 2-3000 kWh körülbelül az az érték, amit itt Közép-Kelet-Európában mondhatjuk, hogy egy háztartás, egy család átlagosan használ évente. És akkor mehetünk ugye lejjebb, hiszen most ebben a videóban azt próbálom nagyjából körbejárni, hogy mennyi fogyasztanak a háztartási eszközeink egy nap alatt. Az egyszerűség kedvéért most vegyünk mondjuk 2500 kWh-t éves átlagos fogyasztásnak. Ha ezt elosztjuk 365-tel, akkor kijön, hogy körülbelül 7 kWh az egy napra jutó átlagos becsült fogyasztás per háztartás. Nézzük tehát meg azt, hogy ez a 7 kWh miből áll össze, tehát az egyes háztartási eszközeink mennyit tesznek hozzá ehhez a 7 kWh-hoz. Például a mikrohullámú sütő, hűtő, mobiltelefontöltés, kenyérpirító, asztali számítógép, tévé, vasaló, hajszárító, mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, klímaberendezés. És ez csak néhány az otthonunkban használt elektromos eszközökből. Ezek között vannak kisebb teljesítményűek, nagyobb teljesítményűek, vannak, amik egész nap fogyasztják az energiát, mint például a hűtő, vannak, amiket ha csak rövid időre is, de minden nap használunk, mint például a kávéfőző vagy a kenyérpirító. A lényeg, hogy mind-mind hozzátesznek ehhez a 7 kWh-hoz. Nézzük meg nagyjából mennyit. Egy hűtő persze függjön az energiaosztálytól, körülbelül 1 kWh-t fogyaszt egy nap, egy 800 wattos mikrohullámú sütőnek pedig több mint 1 óráig kell üzemelnie ugyanehhez az értékhez, egy kávéfőző pedig akár századag kávét is lefőz 1 kWh fogyasztással. Egy mobiltelefont 30-40-szer is feltölthetünk belőle, egy kenyérpirítónak nagyjából 60 pirítósra elég, a hajunkat hajszárítóval 6-7 alkalommal is megszáríthatjuk, még egy porszívó akár 1 órát is mehet, tehát 1 kWh fogyasztással. Energiatakarékossági tanulmányokban gyakran citálják a különböző fényforrásokat. Ha veszünk egy hagyományos 100 wattos izzót, amit egyébként az Európai Unióban már tilos forgalmazni, az körülbelül 10 órát világít 1 kWh fogyasztással, míg egy modern mindössze 20 wattos, de már hasonló fényerejű LED fényforrás akár 50 órát is képes. TV-t megint csak függően az energiaosztálytól és például a képernyő méretétől körülbelül 8-10 órán át nézhetünk, míg az asztali számítógépünket 2-3 órán át használhatjuk 1 kWh-ból.
Ezekhez mérten pedig nézzük most pár nagy ágyút. A mosógép és a mosogatógép is körülbelül 2 kWh-t használ egy mosási ciklus alatt, ezért jó tehát, ha telepakoljuk őket. Egy 3 órás villanytűzhelyes sütés is elvisz akár 3-4 kWh-t, míg ahogy az várható volt, a klímaberendezés az igazi áramzabáló bestia. Egy egész nap üzemelő berendezés egy forró nyári napon akár 10 kWh-t is fogyaszthat. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy bizony nem nehéz összehozni ezt a nagyon átlagolt, és most itt inkább csak példaként használt 7 kWh-t. Na és ha mindezzel most megvagyunk, lássuk, honnan jön az energia, és hol osztják azt el. Irány a Mavir budapesti központja. Ezen látjuk a magyar villamosenergia rendszernek a legfontosabb paramétereit, jellemzőit, tehát a rendszerterhelést, hogy jelenleg az ország mennyit fogyaszt. Ez 6930 megawatt. Hogy ezt el tudjuk képzelni, ezt a nagyságrendet, mert azért megawattokba nem nagyon szoktunk otthon gondolkodni, és a fogyasztás mérője az senkinek nem megawattóra, hanem inkább kilowattóra. Ezért ugye a mega és a kiló között 3-0 a differencia, tehát nagyjából ez ugye 6 millió kilowattnak felel meg. Ha egy picit átszámítjuk, hogy körülbelül 1000 wattos egy porszívó, tehát 1 kilowattos mondjuk nagyjából a porszívónk, akkor annak a 6 millió szorosa, hogyha jól számolom. Ami most kimegy. Ami most éppen kimegy, igen, sőt lassan már a 7000 megawattot is feszegetjük. Lehet, hogy beszélgetünk, akkor lehet, hogy ezt át is. Így, hát ez könnyen meg lehet, mert most már nem sok kell neki. És akkor mondjuk nyilván mindenkinek eszébe jut, látom például itt a paks. Így van. Ebből mennyi paks ebből a 7000-ből? Most tényleg mindjárt 7000 lesz. Így van, ebből a 7000-ből, ebből 2000 megawatt a paks. Tehát azért elég jelentős hányad a paksról származik a villanynak. És akkor piros vonalakat, zöld vonalakat, meg a kék folyó. Mert azok a folyók, Balaton-Velencei tó. A piros vonalak, tehát beszélgettünk arról, hogy az erőművekből, például Paksról, a hálózaton keresztül jut el a villamosenergia a fogyasztókig. Legelőször az átviteli hálózat. Paks az szinte közvetlenül transformátorokon keresztül az átviteli hálózatra csatlakozik és termel, és a piros színű egyébként 400 kV-os, tehát 400 ezer voltos feszültségszintű távvezetékeken keresztül jut el a villamosenergia igen nagy távolságba. Mi ugye nem saját magunkba járunk, tehát ha megnézzük, akkor az egyes országoknál, Szlovénia kivételével, mindenhol van, látunk nyilakat, látunk távvezetékeket, ez azt jelenti, hogy vannak határmetszéki távvezetékeink, ilyen például a Sándorfalva-Arad, a Sándorfalva-Szabadka, vagy akár a Pécs-Ernestinovókat is említhetném. Tehát majdnem minden szomszédos országgal összeköttetésben vagyunk, tehát a hazai termelés ugyan máshova nem megy el, mivel mi importos ország vagyunk, tehát azt azért látjuk, hogy a hazai termelés az kevesebb, mint amennyit elfogyasztunk. Ez durván 2000 megawattal jelenleg kevesebb. Tehát mi hozunk még be ehhez? Mi hozunk még be. Itt láthatunk egy ilyen feliratot, hogy import-export szaldó. Ennek van egy terv értéke, és természetesen van egy tény értéke. Tehát jelenleg több mint 2000 megawattot importálunk külföldről. Tehát amik ez annyi, mint Paks. Ez annyi, mint Paks. Igen, nagyjából. Tehát durván egy Paks méretű import mennyiségünk van, amik ezeken a határkeresztező vezetékeken jönnek be valahonnan. Ezt soha nem tudjuk, hogy amit éppen elfogyasztunk, azt hol termelték meg, illetve a villamosenergia piacon keresztül hol szerezték be. Lehet, hogy amit most éppen elfogyasztunk, az Portugáliában vagy Skandináviában, tehát akárhol máshol megtermelhetnék. Mert a szomszédos országok meg más szomszédos országokkal van. Így van, így van. És egész Európa egy rendszerként jár, egészen Portugáliától Törökországig. A közel 7000 megawatt termelésből Paks tehát nagyjából 2000 megawattot ad. Ha ezt tudjuk, akkor érdemes ehhez viszonyítva azt is elmondani, hogy például az összes megújuló energiaforrásból nagyjából 1000 megawatt érkezik, ezen belül a legnagyobb részhányadot a tetőre szerelt napelemek adják. Az erőművek váltakozó áramot termelnek, amit nagy feszültségen gazdaságos szállítani, ezt a nagy feszültséget transformálják át aztán helyi szinteken kisebb feszültségszintekre, az olyan transformátor állomásokon, mint amilyen például ez. A konnektorokba aztán már többszöri transformálás után a 230 voltos feszültség kerül. És hogy miért is van szükség erre a rendszerirányító központra? Legfőképpen azért, mert az energia hatékony tárolása egyelőre közel sem megoldott. Tehát a
a fogyasztást, a felhasználást nem lehet befolyásolni, hiszen senkinek nem mondhatom meg, hogy otthon most vasaljon, vagy hajnali 3-kor porszívózzon, tehát ezt mindenki maga dönti el. A rendszer irányító pedig hozzáigazítja a termelést. Olyanok vagyunk, mint egy karmester, aki megmondja az egyes szereplőknek, hogy most a cintányéros lép be, most a hegedűs, most a másik fúvos, most a nagybőgős, és próbálja összehozni azt a szimfóniát, hogy végül aztán ebből egy zene kerekedjen ki. Hát mi azért vagyunk, hogy úgy tartsuk meg a rendszernek az egyensúlyát, hogy abból végül egy olyan szimfónia kerekedjen ki, amivel aztán később az emberek életeket mentenek, vagy telefonálni tudnak, vagy csak egyszerűen meg tudnak inni egy jó hideg sört. De magában a villamosenergia rendszerben nem tudunk tárolni semmit, ezért kell a rendszer egyensúlyát megtartanunk. Ez úgy néz ki, minthogyha ilyenkor kertészeket szoktunk elképzelni, mintha lenne 6 darab kertészünk, ebből 3 darab kertész húzza a vizet egy kútból, a másik 3 pedig locsolja a növényeket, és mindezt egy olyan kádban próbálják meg tárolni, egy olyan átmeneti tárolóban, aminek nulla a kapacitása. Tehát aki tölti, ő neki mindig tölteni kell, de mindig annyit, amennyit a locsolók kivesznek, különben a növények ki fognak száradni. Tőled nyilván mindenki azt kérdezi, hogy mi van, hogyha nincs áram. Így van. Pedig az is egy érdekes kérdés, hogy mi van, hogyha nagyon sok áram van, vagy hogyha hirtelen egyszer csak visszaesik. Pontosan, tehát a hirtelen visszaesik az úgy kevésbé szokott előfordulni, de az, hogy nagyon-nagyon kevés a fogyasztás, tehát nagyon kicsi a rendszerterhelés, ilyen azért az ünnepnapokon előfordul. Jellemzően senki nem szilveszterkor porszívózza ki a nappaliát, illetve nem pünköst hétfő hajnali 3 órakor fog pitét sütni. Tehát olyankor alszunk, pihenünk, a közértek is zárva vannak, sokkal több minden van zárva, munkahelyünkre nem megyünk be. Viszont a forgógépeknek egy érdekessége, hogy őnekik van egy bizonyos üzemi minimumuk, ami alatt ő nem tud üzemelni. Tehát vagy nulla, vagy ez a bizonyos üzemi minimum, és a maximum között egy érték. Tehát van egy minimális termelés, ahova el tudjuk küldeni az erőműveket, de ő annál kevesebbet nem fog, onnantól le kell állítani. És amikor sok a villamos energia, például pünköstkor vagy augusztus 20-án, akkor az is egy külön kihívás a rendszer irányítása. Hogy hova tedd? Hogy hova tegyük. Aha. Ugyanilyen érdekesség volt például a Diana hercegnőnek a temetése is, amikor az egyperces néma csöndet betartotta az egész ország, és ott például hirtelen visszaesett a fogyasztás, amit a rendszer irányító nehezen tudott kiszabályozni. Vagy például egyre több a megújuló, egyre több a napelem. Egy napfogyatkozásnál képzeljük el, ott meg pont a fordítottja történik, elmegy akár több 10 000 megawatt. Ha nézzük Magyarországot, 7 000 megawatt, akár 6-7-8 magyarországnyi termelés mehet el a rendszerből, hirtelen ennyi hiányunk keletkezik, amit valahonnan pótolni kell, hogy megálljunk a lábunkon. Ezek is nagyon érdekes kérdések, tehát szép dolog a zöld energia, de érdemes ilyen dolgokba belegondolni, meg abba is, amikor sok van. Az energiafelhasználással kapcsolatos anyagok végén mindig szoktak lenni tippek, hasznos ötletek. Én is mondok itt a végére egy párat. Például a főzőlapra azzal azonos átmérőjű edényt helyezzünk mindig, és használjunk fel őt. Igen. Hogyha mikrohullámos sütőt veszünk, akkor fordítottan arányos a teljesítmény és az idő, tehát minél nagyobb a teljesítménye az eszköznek, annál hamarabb megmelegszik benne az étel. Mosogatógép, érdemes tudni például, hogy beállíthatjuk úgy is, hogy nem használjuk a szárító funkciót. Az egész ciklusra vetítve a szárítás elég sok energiát használ, és hogy kinyitjuk a gépet, miután vége a mosogatási fázisnak, akkor igaz hosszabb idő alatt, de az edények megszáradnak maguktól is. Standby, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, a standby ugye a készenléti üzemmód, hogyha a magyar lakossági fogyasztói szokásokat vesszük, akkor egész évre vetítve 10% többletet fizetünk csak azért, mert standby üzemmódban használjuk a tévénket, a számítógépünket, vagy mondjuk megy a kijelző a villanytűzhelyen. Van még itt tip a mikrohullámos sütő, ez a mikrót akkor érdemes használni, hogyha megfőzendő étel tömege nem éri el a 400-500 g-ot, e fölött már nem érdemes mikrót használni. A hűtőről rengeteg érdekes tippet és tanácsot lehet olvasni, hallani itt-ott mindenfelé, de például nekem újdonság volt, hogy amikor pakoljuk be az ételeket mondjuk a bevásárlás után a hűtőbe, akkor ne zsúfoljuk össze, hanem hagyjuk helyet az ételek között, mert így jobban tud cirkulálni a levegő. Ha csak pár olyan hasznos dolgot tudtam mondani, amit fel tudtok használni a mindennapok során, akkor már megérte megcsinálni ezt a videót. Sziasztok! A videóm az MVM támogatásával készült.